Józsikát meghallgattuk, mi újság veletek? Igazság szerint minden rendben. Abba bízunk, hogy így fog esni az eső szombat vasárnap is. Meg bízunk a jó versenyben. Akkor lehet egy szoros csatát vívni az elején? Hát nem tudom, hát hogyha még beraktálak egy 40 darab lassított a pályát, akkor biztos, hogy lehet. Akkor lassítom, De most már elértük a rally túrán szintet, úgyhogy ebben már csak lehet. Köszönöm szépen, azért sok sikert kívánom nektek is. Botka Dávid és Mihalik Péter tehát a szakadó, ömlő esőben ugyancsak megkezdi a versengést. Négyes rajtszámmal pedig jön Melihárek Jaroszláv és Melihárek Erik. Citroen C4 VRC, Janát pedig arra kérem. Thank you.
9. Eger Rally abszolút értékelésének 5. helyén Botka Dávid és Mihalik Péter, gyertek egy mondatra. Akkor jó, akkor néhány fotó, és akkor utána boruljatok tovább, hogy mind az 5 versenyzőt köszönteni tudjuk, aztán természetesen az első 5 helyezett felsorakozik majd itt a rajdobogó előtt. Tehát 5. ért célba a Botka Dávid és Mihalik Péter a Mitsubishi Lancer Evo 9-essel. Egyébként lesz még nekik jó néhány díj, amit meg fognak kapni. Úgyhogy egy kis helyet kérnék a fotósoktól, operatőröktől. Nagy tapsot szeretnék kérni Eger népétől, akik kilátogattak ismételten szép számban ide a dobótérre, és a párosoknak pedig gratulálunk. Különösen a második napon sikerült gyorsan közlekednetek. Na igen, de az első nap is tudtunk első háromba menni, úgyhogy az sem volt gond. Jobban élveztük a mai napot, ez teljes mértékig így van. 5. helyen tehát a 9. Eger Rallyn az abszolút értékelésben Botka Dávid és Mihalik Péter a Mitsubishi Lancer Evo 9-essel. 4. Zsip Zsegos és Lunda Robert zárt a Skoda Fabia Super 2000-essel. 3. lett a szlovák Melihárek Jaroszláv és Melihárek Erik a Citroen C4 VRC-vel. 2. Herzig Norbert és Bacigál Igor zárt a Skoda Fabia Super 2000-essel. A győztes pedig ezen a hétvégén Kazár Miklós és Szőke Tamás a Citroen Sara VRC-vel. Gratulálunk mindenkinek, mert azt hiszem, hogy egy nagyszerű versenyen vagyunk túl itt Egerben. Mellé Pezsgő is jár. Érkezik Lakatos Róbert, a 9. Eger Rally főszervezője. Bár hűvös van, de én úgy gondolom, hogy így április 2. hétvégéjén azért nem nagyon lehet a locsolást megúszni, és Bacigál Igor ebben én úgy gondolom, hogy az élen jár. Szőke Tomi meglógott, de azt hiszem, hogy azért el fogják még kapni.